Vasárnap ünnepeljük a magyar kultúra napját. Ebből az alkalomból már ma délelőtt a vásárhelyi diákok egy rend hagyó irodalomórán vehettek részt az emlékpontban, ahol Kovács Imre Attila, a kultúra fontosságára és a mindennapjainkban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsei Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát. Kovács Imre Attila irodalmá kiemelte, azért éppen ez lett dicsőítő énekünk és nem Vörös Marti himnusz című műve, mert a nemzeti közösség elvithathatatlan része a történelem előtti időkből eredező folytonosság. Kultúránkra pedig azért lehetünk különösen büszkék, mert több ezer éves múlt áll mögöttünk, ami már önmagában figyelemre és tiszteletre méltó, ugyanakkor segíti összehozni az embereket is. A közösség élmény, tehát az összetartozásunk élménye, amit számos dolog szaggat szét egyébként, tehát bizonyos ellenállást kell tanúsítanunk a szétesettség, a szétmorzsolódással szemben. És talán ebben segít a kultúra, ennek az átélése, felemlegetése, közelengedése, elvi megközelítése is. A magyar kultúra egyediségének és ezzel együtt egyetemességének alátámasztására Kovács Imre Attila Adi Endre költészetéig nyúlt vissza. A Hun új legenda című versét állította példaként a diákság elé. Adinak talán az egyik, hanem a legnagyobb verse, tehát összefoglalja a magyarságról alkotott gondolatét és saját esztétikáját is. Tehát azt hiszem, hogy ilyen értelemben reprezentatív bűről van szó. Illik az ünnephez, vagy a megemlékezéshez, és ugyanakkor Adira is tudunk egy szerény, vékony fénycsóvát vetni. Kovács Imre Attila szerint több mész kell a madzagra, vagyis a fiatalok számára úgy lehet vonzóvá tenni a kultúrát, hogy be kell bizonyítani számukra, hogy az nem független tőlük, hanem a sajátjuk is.